Ez a Hírek Plusz, a Szolnok Televízió reggeli híradása június 24-én csütörtökön. Köszöntöm nézőinket! Megközelítőleg 10 milliárd forintot fordított tavaly és tavaly előtt új esetkocsik beszerzésére, teljes felszerelésére az Országos Mentőszolgálat. Tegnap délelőtt a szolnoki mentőállomáson állt szolgálatba egy 50 millió forint értékű új rohamkocsi. A megyébe még két új mentőautó került ezekben a napokban, Jászárokszállásra és Kunhegyesre. A riasztás az riasztás még akkor is, ha a mentőállomáson éppen az új esetkocsi köszöntése folyik. A német gyártmányú rohamkocsi minden szükséges felszereléssel el van látva. Ha egy szirénázó autót meghall egy kisgyerek, akkor teli van bizalommal, mert ha rendőrautó, akkor rendőr szeretne lenni, ha mentőautó, akkor mentő szeretne lenni, netán tűzoltó is szeretne lenni. Tehát azt gondolom, hogy maga az a bizalom, ami ezeket a hivatásokat, ezek közül különösképpen a mentőket övezi, azt hiszem, hogy mindenképpen nagyon komolyan megbecsülésre méltó. Nincs olyan család, aki előbb vagy utóbb ne kerülne az önök munkájával mindenképpen kapcsolatban. Föltehetjük azt a kérdést is, hogy a jó mentéshez mi szükséges. Biztos vagyok abban, hogy a helytállás, a gyorsaság, a biztonság, a gyors döntési képesség, az empátia, az emberszeretet, a mérhetetlen szakmai tudás, az azonnali összefüggéslátás, kapcsolatteremtés és vég nélkül sorolhatnám azokat a tulajdonságokat, amelyekkel hál' Istennek a mi mentőseink bírnak. Én ezt tisztelettel, megbecsüléssel köszönöm. Természetesen mindehhez kell lépésről lépésre a kor követelményeinek megfelelő műszaki, technikai ellátottság. Ma már életmentő epekről beszélünk, ma már olyan felszerelésekről beszélünk, amelyeket mondjuk 20-30-40 éve még csak nem is tudtunk, és ezek közül kiemelkedik az a mentőautó, ami itt van a hátunk mögött, amely minden felszereléssel, kvázi kis kórházzal, kis sürgősségi osztálya, vagy lehet, hogy annál többel is bír. Az előző két évben közel 10 milliárd forintot fordított az Országos Mentőszolgálat új esetkocsik beszerzésére, illetve ezek felszerelésére mentéstechnikai eszközökkel. Az, hogy egy több 10 millió forintos mentőautó előtt állhatunk, az, hogy 105 millió forint egy manbusz, ahogy az Isten tudja, mennyibe kerül egy elektromos busz, hogy mennyibe kerülnek az autópályák, és így tovább, ez kizárólag annak köszönhető, hogy az ország teljesít. Volt már ebben az országban számos gazdaságpolitika, ez a mostani, ez előteremti a forrásokat arra a működésre, ami kell nekünk itt egy városban, egy megyében, egy országban. Nagyon régen nem volt ez így. És gondoljanak bele, hogy ezek a programok, csak a mentőautófejlesztési program, hány milliárd forint. De ehhez a gazdaságnak teljesíteni kell. A magyar embereknek dolgozni kell, nem kicsit, de a lehetőségét meg kell teremteni, hogy a munkájuknak eredménye egy egész országra kihasson utána. Nagyon-nagyon komoly dolog. És mindenki legyen büszke erre. Legyen büszke erre, és ne legyen természetes. Ne legyen természetes, nem mondjuk azt, hogy ez jár. Nem jár. Elő kell teremteni. És ezt az előteremtett értéket, ezt egy ország teszi meg. A napokban Jászárokszálláson és Kunhegyesen is új esetkocsi állt forgalomba. Volt 1,2 millió mentési feladatunk, ami minden évben szokott lenni, és emellett ellátunk most már mondhatjuk 1,3 millió mintavételt, szerveztük a mintavételeket, volt, hogy a bajtársai mentek képen, most érkezett vissza egy egység, ahogy láthatták beöltözve, tehát mind a mai napig végezzük ezt a munkát. Emellett vittünk majd 160 ezer beteget fertőzés gyanúval, vagy igazoltan fertőzötten kórházba, és félmillió ember határmenti ellenőrzését is elvégezték a bajtársaim, és ezért állhatunk most itt, hiszen olyan védekezést tudtunk a mentőszolgálattal is működtetni, ami azt gondolom, hogy példaértékű nem csak Magyarországon, hanem teljes Európában. És köszönhetően annak, hogy ilyen sokan beoltották magukat Magyarországon, ezzel csökken most vissza a mi munkánk is, és a mi terhelésünk is egy normálishoz közeli szintre, de még mindig nincs vége teljesen ennek a krízisnek. Én azt gondolom, hogy oda kell figyelni, és minél több embernek be kell oltassa magát ahhoz, hogy a mentőszolgálat életén igazából tudjon könnyíteni. A másik öröm, amiért itt lehetek, az a eset rohamkocsi, ami előtt itt állunk. És ez különösen azért fontos, hiszen nem csak itt Szolnokon, hanem ami Kunhegyesre, és megyek még Jászárokszállásra, a múlt héten az ország számos pontján voltam, és ilyen mentőegységeket adhatunk át, amik ma a legmodernebb mentéstechnikai eszközökkel felszerelve, több mint 50 millió forint értékű mentéstechnikai eszközök egy-egy településen. Mit sem érnének ezek az eszközök az én bajtársaim nélkül, akik ilyen elhivatottan és ilyen magas szakmai színvonalon látják el a munkájukat, hogyha nem lenne ilyen eszközünk, akkor nem tudnának így teljesíteni, és ha nem lennének ezeken a mentőautókon rajta, akkor szintén nem tudnánk ilyen ellátást nyújtani.
A mentőszolgálat a pandémia alatt is ellátta azokat a feladatokat, amelyeket az évi több mint 1 millió riasztás jelent. Emellett több százezer koronavírus gyanús vagy fertőzött beteget szállított a kórházba, miközben ugyancsak 1 milliónál több tesztelést végeztek el a szolgálat munkatársai. Szakmai műhely keretében értékelték azokat a pályaműveket, amelyek a tehetséggondozás témájában születtek. A Jász-Nagykun Szolnok megyei tehetségsegítő tanács együttműködve a Szolnoki Tankerületi Központtal és a Szolnoki Szakképzési Centrummal olyan fiatal pedagógusok dolgozatait várta, akik tanító-oktató munkájuk során nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy külön is foglalkozzanak azokkal a tanulókkal, akik valamilyen területen kiemelkednek társaik közül. A Jász-Nagykun Szolnok tehetségsegítő tanács 10 éve működik már itt Jász-Nagykun Szolnok megyében. Több tevékenységet is végeztünk azóta. Ennek az elnöke dr. Kálai Mária országgyűlési képviselő, és én magam a tehetségsegítő tanács tagja vagyok, és most egy nemzeti tehetségprogramos pályázatból mi is tovább pályázatot hirdettünk, de inkább úgy, hogy pályamunkákat vártunk fiatal tehetséggondozó pedagógusoktól. 17 ilyen pályamunka érkezett, és ezeket most egy kicsit értékeljük, összehívtuk ezeket a fiatal pedagógusokat, akik ezeket a pályamunkákat készítették, és úgy gondoljuk, most így első nekiindulása, hogy egy több alkalomból álló összejövetel tervezünk, körülbelül 4 munkahely munka fog majd egymás után bekövetkezni, de nyilván ez átnyúlik majd a következő tanévre is, és mindenkinek lehetőséget adunk, hogy bemutassa az írását ezen a napon. Ezek inkább személyes vallomások, mindenki ugye a saját gyakorlatát és a saját tapasztalatát írta le, és amikor már többen is végigolvastuk a pályázatokat, nagyon megható volt az a része neki, hogy nagyon sokan vannak olyanok a pedagógusok közül, akik amikor pedagógussá váltak, olyan iskolába kezdtek el dolgozni, ahova maguk is jártak. Tehát nagyon sok olyan szép leírás született, még gondolkodunk is ezzel, hogy ezt hogyan lehetne hasznosítani kicsit a közösség, a tágabb közösség számára is, hogy akik elvégezték az iskolát, mondjuk a kereskedelmit, vagy a gépiparit, vagy a párfit, vagy valamelyik iskolát, utána ott maradtak tanítani, később képezték magukat, ők is pedagógussá, vagy mérnök tanárrá váltak, és most pedig ugyanabban az iskolában ugyanazt tudják tovább folytatni, amit ők is megkaptak a tanáraiktól. És nagyon szép leírások születtek ebből, hogy ezt ugye most utómodern kifejezéssel transzgenerációs hatásnak hívjuk, hogy az előző generáció hogyan örökíti át a későbbi nemzedékre a tapasztalatait, és nagyon sok szép leírás van, hogy valaki fiatal korából elindulva, most is fiatal még, de az asztal egyik oldaláról a másikra kerülve végzi ezt a feladatát. Ugyanebben a pályázatban a megyei tehetségpontoktól is egy kis bemutatkozást gyűjtöttünk, amiben majd egy kis kiadvány létrehozását tervezzük. Páratlanul sikeres, látogatott, felszabadult ünnepség legyen. Ezzel a gondolattal kezdődött a hétvégi múzeumok éjszakáját bemutató sajtótájékoztató. Szolnokon 11 intézmény kapcsolódott a már hagyományos rendezvényhez, 21 helyszínen várják majd az érdeklődőket. Az esemény mottója a fordulópont. Biztosan ti is eljátszottatok már a gondolattal, hogy milyen lehetett az élet Magyarországon 150 évvel ezelőtt. Én most egy időutazásra szeretnélek benneteket megimitálni, de ez időgép nem szükséges, elég ide elutazni Szolnokra. Fűr Anikó az interneten keresztül hívja időutazásra a látogatókat a szolnoki Damjanich János Múzeumba. A film kedvéért korhű ruhába bújt. Ha a piros ruhát nem is kap a látogató, de a múzeum kínálatát végigjárva, élményeket igen. Mindezt a június 26-ai múzeumok éjszakáján is meg lehet tenni. Szolnokon 11 intézmény kapcsolódott a már hagyományos rendezvényhez, 21 helyszínen várják majd az érdeklődőket. Az esemény mottója fordulópont. Abban bízunk, hogy ez valóban fordulópont lesz mindannyiunk életében, és tényleg ez az az első, és most már majd viszi a lendület a programokat, amikor valóban összejöhetnek az emberek, és együtt örülhetnek a közösségi élménynek. Ugye az elmúlt hónapokban most már inkább másfél évről beszélhetünk, amikor megtapasztalhatta mindenki, hogy ez az egyébként teljesen természetesnek vett közösségi
élmény, az együvé tartozás, az egy helyen megjelenés mennyire hiányzik mindannyiunknak. Ennyi bezártság, ennyi különös csend után éppen a mögöttünk, illetve a teremben látható kiállításnak ez a címe, hogy különös csend. Mi is úgy értük meg a 20-as és a 21-es évet is eddig. Talán most egy kis ilyen szempontból nagyon jó ez a fordulópont elnevezés, mert reméljük, hogy innentől a 21-es év már valóban a sikerekről, a látogatottságról, a kötetbemutatókról, a kiállításokról fog szólni. Én nagyon bízom benne, hogy ez az ünnep valóban olyan ünnep lesz, amikor valóban tényleg együtt örülhetünk az együttlétnek, és olyan csodálatos programokon vehetünk részt, mint például, amiket a múzeum is nyújt majd ide a látogatóknak. Musical, vetélkedő, tárlatvezetések, tűzoltó bemutató, a szolnoki szimfonikusok előadása, interaktív játékok, jelmezes felvonulás és történelmi vetélkedő, csak néhány a több száz rendezvény közül. A Hild Viktor Városi Könyvtárral idén a Széchenyi lakótelep is kapcsolódik a rendezvényekhez, de megelevenedik majd a Kossuth tér is. Oltottsági igazolást fogunk mi például a bejáratnál kérni. Viszont úgy érezzük, hogy ezzel bizonyos embereket kizárunk, hiszen mondjuk a gyerek ifjúsági korosztálynak még nem is lehet ilyen igazolása, ezért minél több mindent, és ez a mi, meg mondjuk a könyvtár helyi adottsága, próbálunk a Kossuth téren megvalósítani, kiszervezni, például a népi gyerekjáték, a Kossuth téren lennének, és akkor ezt szélesebb közösség, mint csak az oltottak köre veheti igénybe. Az előző esztendőben Szolnok lett volna a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozat központja. Ez akkor a vírushelyzet miatt elmaradt. Ez az idén is megilletett volna bennünket ez a lehetőség, viszont mi azt kezdeményeztük az államtitkárság a minisztérium felé, hogy minthogy nem lehetett úgy készülni erre a rendezvényre. Mindenki beleteszi, amit bele tud tenni, nyilván energiában is, programokban is, amit csak tud ebben az évben, de mégis, hogy valóban illő módon fogadhassuk majd, bízunk benne, hogy az ország minden pontjáról a látogatókat és egy olyan nagyszabású rendezvényt tudjunk létrehozni, amit valóban megálmodtunk. Emiatt azt szeretnénk, hogy jövőre legyen Szolnok az országos központja ennek a rendezvénynek. A Múzeumok Éjszakája programjairól az interneten találnak részletes leírást. A szervezők ígérik, hogy a hétvégi eseményt újabbak követik majd. A tavalyi kényszerű szünet után hétről hétre élettel telik már a múzsák tere. Lesz ártjáró, Tiszaparti nyár, partitumra és séfek rendezvúja is. Kedves nézőink, Önök a Hírek Pluszt a Szolnok Televízió csütörtök reggeli műsorát látták. A nap legfrissebb híreivel 19 órakor az Aktuálisban várom majd Önöket. További szép napot kívánok!